A magyar külpolitika szíve közepe továbbra is a nemzetpolitika, közölte Szijjátó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A demokratikus koalíció hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz a kórházi fertőzések ügyében, jelentette be Varga Zoltán a Parlament Népjóléti Bizottságának elnöke. Az izraeli hadsereg újabb gázai és libanoni célpontokat lőtt és likvidálta a Hamas egyik vezetőjét, tudatta a katonai szóvivő Izraelben. Már 2030 előtt az Európai Unió tagjává válhat Montenegró, csak politikai akaratra van szükség. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti tévé híradóját látják, belföldi híreink. Ma van minden szentek napja a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, amelyet a katolikus keresztény világ november 1-én tart. Nem tévesztendő össze a halottak napjával amit 998 óta tart meg az egyház a következő napon november 2-án az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert hívekért. Az ünnep 741-ben harmadik Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. A hagyomány szerint egyetemes ünnepén negyedik Gergely pápa tette. A katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap. Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Kármelite kolostorban fogadta Kollár Lajost, a professzorok batyányi köre elnökét, közölte Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Kollár Lajos tájékoztatta Orbán Viktort a civil tudós testület elmúlt időszakában elvégzett munkájáról. A miniszterelnök és a PBK elnöke a Magyarország előtt álló legfontosabb kihívásokról is tárgyalt. A veszélyek koráról, a háborúkról, a demográfiai és gazdasági problémákról, a nemzet szuverenitásáról. Az egyre veszélyesebb és kiterjedtebbé váló háborús konfliktus kapcsán a békefontosságát hangsúlyozták. Felidézték a professzorok battyányi köre márciusban kiadott állásfoglalását, amely a békéről és a világháború elkerüléséről szólt. A testület elnöke a megbeszélésen további együttműködést ajánlott a magyar kormánynak szakmai és tudományos kérdésekben, áll Havasi Bertalan közleményében. A magyar külpolitika szíve közepe továbbra is a nemzetpolitika, melynek keretében a kormány már több mint 60 ezer gazdaságfejlesztési pályázatot támogatott a szomszédos országok magyar lakta területein, ami 424 milliárd forintnyi beruházást indukált, közölte Szijjártó Péter, Külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén leszögezte, hogy történelmi eseményekből fakadóan Magyarország és a nemzet határai nem esnek egybe, ezért fontos feladat a határon túli magyar közösségek erősítése. A mindenkori magyar kormánynak valóban a szívén kell viselnie a határon túlélő nemzetközösségek sorsát. Kiemelte, ehhez hosszú távú stratégiára van szükség, de nem Budapestről kell megmondani, hogy mi a jó az érintetteknek, erről őket kell megkérdezni. Hozzátette, hogy ezt meg is tették, a válasz pedig úgy hangzott, hogy mindennek az alapja a gazdasági fejlődés. Ezért indítottak gazdaságfejlesztési programokat Ausztrián kívül minden szomszédos országban. A Demokratikus Koalíció hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz a kórházi fertőzések ügyében, jelentette be a Parlament Népjóléti Bizottságának dk elnöke sajtótájékoztatóján. Varga Zoltán úgy fogalmazott, hogy az állami kórházakban tomboló higiéniai válságért és a kórházi fertőzésekben elhunyt betegek haláláért Egyértelműen és kizárólag a kormány felelős. Az ellenzéki politikus hozzátette a súlyos kormányzati megszorítások miatt az állami kórházak már az alapvető tisztasági intézkedésekre sem kapnak elég pénzt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Népjóléti Bizottság kedre összehívott rendkívüli ülésén sem Pintér Sándor belügyminiszter, sem Fideszes képviselők nem vettek részt. A szlovák rendőrség befejezte kedden a magyar határon előző este indított demonstratív akcióját az illegális bevándorlás visszaszorítására, jelentette be a szlovák belügyminiszter. Az eredetileg határidő nélkül meghirdetett és végül rövidre szabott akcióról a miniszter azt mondta, sikerült egyértelműen az illegális migránsok tudtára hozni, hogy megváltozott a szlovák migrációs politika. A rendőrség készen áll arra, hogy bármikor ismét jelentős rendőri erőt vezényeljenek ki a zöld határ ellenőrzésére. A miniszter az első hasonló akció elindításakor azt mondta, a megerősített rendőri jelenléttel egyértelműen jelezni akarják az illegális migránsoknak és az embercsempészeknek, hogy az új kormány véget vet szabad mozgásuknak az ország határain. Az izraeli hadsereg újabb gázai és libanoni célpontokat lőtt és likvidálta a Hamas egyik vezetőjét, tudatta a katonai szóvívő Izraelben. A hadsereg szóvívője Daniel Hagari arról tájékoztatott, hogy az izraeli erők folytatták a harcot és az előrenyomulást a gázai szárazföldi hadműveletben. Terroristákat semmisítettek meg a szárazföldi egységek és a légierők közös és összehangolt csapásai során, és felszámoltak több száz Hamas célpontot. Heves csaták zajlanak Gázában, kitartásra és türelemre van szükség mindannyiunktól, mondta Hagari. A gázai túszok száma 240-re nőtt az eltűntek azonosítása nyomán. Az izraeli hadsereg páncélos erővel fokozta a gázai iszlamista fegyveresekre gyakorolt nyomást az övezet északi részén. Eltalálták a Hamas páncéltörő rakétás osztagát Gázaváros északi részén, az al azár egyetemnél, amely az övezetben történt egyre mélyebb behatolást jelzi. A palesztin vörös félhold támadásról számolt be a gázai al kuc közelében közlésük szerint folytatódnak az izraeli csapatok támadásai a gázai tel al hava negyedben. Az IDF kiszabadított egy női IDF katonát, akit a Hamas terroristái elraboltak az október 7-i mészárlás során, jelentette be hétfőn az IDF és a Sinbét. Ori is közlegény orvosi vizsgálaton esett át, és megállapították, jó állapotban van, és már találkozhatott a családjával is. Az IDF és a Simbét kijelentette, hogy továbbra is mindent megtesznek az elraboltak kiszabadítása érdekében. Ez az első alkalom, hogy az izraeli hadsereg megmentett egy a Hamas és más terroristák által a gázai övezetbe hurcolt mintegy 240 túsz egyikét. A Hamas korábban négy túszt engedett szabadon, hogy késleltesse a szárazföldi offenzíva megindulását. Gilad Erdön, izraeli ENSZ nagykövet nagy port kavart azzal, hogy sárga csillagot viselt a kabátján az ENSZ biztonsági tanácsülésén. A nagykövet és emberei mind a ruhájukra tűzték a II. világháborús náci uralom alatt a zsidók elnyomásának és megkülönböztetésének jelképét. Erden kijelentette, hogy a nagyszüleihez és milliónyi zsidó ember felmenőihez hasonlóan ő is hordani fogja a csillagot a kabátja hajtókáján, a soha újra felirattal. Beszédében a nagykövet Izrael gázai offenzíváját a szövetségesek 1944-es normandiai partra szállásához hasonlította, és kigúnyolta a biztonsági tanácsot, mondván, ha a tanács akkor már létezett volna, valószínűleg inkább arról vitáztak volna, hogy Münchenben mennyi elektromos energia és üzemanyag maradt. Erdán ezzel válaszolt arra, hogy egyre többen aggódnak azért, mennyien halhatnak meg Gázában, a már eddig megölt több ezer áldozaton felül. Hangsúlyozta, hogy a Hamas október 7-i mészárlását követően most összehasonlítani az izrael és palesztin oldalon a hallottak számát épp úgy elfogadhatatlan, mint a második világháborús német és brit áldozatok számát összehasonlítani. A jemeni húsi lázadók azt állították kedden, hogy Izrael ellen irányított drónokat indítottak válaszul a Hamas ellen indított háborúra. Az izraeli hadsereg korábban közölte, hogy ellenséges repülőeszközt észlelt a Vörös-tengeri Üdülőváros Eliat közelében, ahol megszólaltak a figyelmeztető szírének. Az AFP francia hírügynökség kérdésére az incidensről a húszi kormány miniszterelnöke Abdel Aziz Bin Habtur azt mondta, hogy ezek a drónok jelmenhez tartoznak. A húszik, akik 2014-ben átvették az ellenőrzést a jemeni főváros felett, izrael szembeni ellenállás tengelyének tagjai és szavakkal és drónokkal fognak harcolni, tette hozzá. Az izraeli hadsereg szerint az incidens nem jelentett veszélyt vagy kockázatot a civilekre. Mivel új politikai horizont létrehozására van szüksége az izraeli palesztin konfliktus tartós megoldásához, a közel-kelet kiemelt prioritás lesz az Európai Unió tanácsa január 1-én kezdődő belga elnökségének napi rendjén, jelentette ki a belga külügyminiszter egy belga napilap kedden közzétett beszámolója szerint. A külügyminiszter azzal összefüggésben, hogy a múlt hét második felében az Egyesült Arab Emírségekbe, Egyiptomba és Jordániába látogatott, a belga parlament előtt tartott beszámolójában azt mondta, utazását az erőfeszítések egyesítésének szándéka vezette. Szükség volt tisztázni és megismételni egy kulcsfontosságú üzenetet. Belgium továbbra is teljes mértékben elkötelezett az Európai Unión belül. És nemzetközi partnerei támogatása mellett hozzá kíván járulni az erőszak ördögi körének felszámolásához, mind az izraeli, mind pedig a palesztin lakosság érdekében. Már 2030 előtt az Európai Unió tagjává válhat Montenegro, csak politikai akaratra van szükség. És ha a csatlakozás minden feltétele teljesül, akkor nem kell semmilyen előre meghatározott dátumhoz kötni a teljes jogú tagság elnyerését, jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Hozzátette, Montenegro jutott a legtovább az európai integráció útján, most már csak magát a csatlakozást kell szem előtt tartania. Örömének adott hangot amiatt az ország elindult az integráció útján, és arra biztatta a vezetést, hogy tegye meg az utolsó szükséges lépéseket. Az EU ajtaja kinyílik majd Montenegro előtt. Iákov Milatovics, Montenegrói köztársasági elnök, az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalását követő közös sajtótájékoztatón közölte, teljesen reális elképzelés, hogy az ország 2030-ig csatlakozzon az Európai Unióhoz. Lula da Silva brazil elnök nem hajlandó elismerni a Hamas terrorszervezetként, azt állítva, hogy Izrael népírtást követel. Mindeközben a brazil parlamentben a Hátikvát éneklik, szolidaritást tanúsítva Izraellel. Lula de Silva brazil elnök harcias beszédet mondott Izrael kapcsán, amelyben többek között azt állította, hogy Izrael népírtást követel a palesztinok ellen, hozzátette, hogy szerinte a Hamas nem terrorszervezet. Lula de Silva véleménye ellentétben áll egy szombaton Brazíliában közzétett felmérés eredményével, amely szerint a brazilok 76%-a terrorszervezetnek tartja a Hamaszt. A válaszadók 10%-a állította azt, hogy a Hamas ellenállási szervezet, 14%-a pedig azt válaszolta, hogy nincs véleménye az ügyről. Híreinkről bővebben a braillepress.com vagy a heti on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma visszatér a nyugodt, enyhe időjárás, este többfelé megvastagodhat a felhőzet, a hőmérséklet jellemzően 13 és 16 fok köré emelkedik. Köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!